Sziasztok, jó estét! Köszi a türelmet, a Twitch egy nagyon picikét most vicces volt, és nem engedte, hogy azt a címet adjam a közvetítőről szólni fog, úgyhogy tök jó. Oh yes, 2-0. Tehát, sziasztok! És még egyszer köszi a türelmet, szóval picit vicces volt a Twitch, mert hogy nem engedte átnevezni a streamet, ami tök vicces, mert akkor még azt értétek volna, hogy megint így játszunk streamben, ez közben csak egy 5 perces kis streamben meg fogom gyorsan mutatni, hogy hogyan lehet a GeForce Now-t használni a decken. Tök egyszerű dolog lesz. Utána pedig egy picikét, hát igazából úgy szintén marha gyorsan megmutatom, hogy az ikonokat hogy lehet úgy beállítani, az, hogy ez szépen is nézzen ki a Steam griden. Ugorjunk is bele gyorsan. Tehát az első lépés az, hogy asztal módba indítjuk el a decket. Ez igazából ugyanúgy, mint ahogy általában szoktuk. Újraindítunk asztal módban. El is indítottam a Steamet, ugyanis az egész nem áll másból, mint hogy hozzáadunk nem Steames játékként egy Google Chrome-ot. A Google Chrome-ot egyébként nagyon egyszerűen fel tudjuk installálni itt a Discover-ben, hogyha éppen szükségünk van rá. És ha látjátok, hozzátok a Google Chrome-ot, akkor szépen kiválasztjuk, belenyúlunk egy picikét a parancsikomba. Egyrészt legyen egy kis arca a dolognak, átnevezzük arra a GeForce Now. Köszönöm szépen. És itt az indítási opciókban kettő dolgot adunk meg. Az egyik az úgynevezett kioszk mód. A kioszk mód a Google Chrome-ban tulajdonképpen egy ilyen egyablakos nézetet jelent, amikor egy tabot úgy tesz ki teljes képernyőre, hogy nem lehet össze-vissza váltogatni, még ilyesmit csinálni, meg még éppen ennek van még valami más is a hátterében. A lényeg az, hogy amikor ilyen streaming dolgokat csinálunk, akkor szeretjük azt, hogyha az az egy darab tab, amin ezt csináljuk, az nagyon sok minden privilégiumot megkap. Tehát beírjuk azt, hogy kioszk mód, és azt követően pedig beírjuk magát a címet, amit meg akarunk vele nyitni. Egyébként, amit most csinálok, ez igazából semmi más, mint a Google Chrome-nak az alap az alapszintaxisa. Tehát magyarul ez gyakorlatilag Windows alatt is pontosan ugyanígy meg tudjátok csinálni. Jó, pöpec. Ez megvan. És már nyomom is azt, hogy játék. Na, és el is indult az Nvidia. Én megmondom nektek egy picit, én csaltam, mert én ezen a gépemben belogoltam, hogy tényleg az látszik, hogy remények látszódnak el. Innentől nem igazán akarom bemutatni a GeForce Now-t, aki ismeri, az úgyis tudja, miről van szó. Aki pedig nem ismeri, annak nagyon tudom mondani, hogy legalábbis próbálja ki. Ingyenes regisztrációt nem igényel, és már így is lehették például rajta streamelni, tehát magyarul Cyberpunk 2077-et 60 FPS-sel decken, röhögve, gyönyörű sebességgel lehet játszani. Ez az első dolog, most meg akartam nektek mutatni. A másik dolog az, hogyha már van egy ilyen tök jó kis GeForce Now ikonunk, ez ugye majd az asztali módban is látható lesz, akkor hogyan nézzen ez ki tényleg jól? Magyarul szeretnénk látni itt egy szép képet. Ikon az annyira nem fontos neki, de hát ugye adhatunk, és ami nagyon fontos, hogy a Steam griden is szépnek akarjuk ezt csinálni. Szóval az első dolog, amit átállíthatunk, az magán a parancsikonon történik, mégpedig az, hogy itt adhatunk neki egy gyönyörű szép kis parancsikont. Én egy picit megint előre dolgoztam, és letöltöttem itt egy pár ikont már. Pak, 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 pak. Ikonok, mint olyan béna béla. Szóval akkor még egyszer ikonok, és itt van a GeForce Now-nak az ikonja. Megnyitjuk, és köszöntük szépen. A második, ez az egyedi háttérbeállítása. Gomb és klik. Ugyancsak Home Deck Downloads. És itt van az én kis. Megint nem az. Igen, ez az előny egyébként annak, hogyha az ember ezen keresztül, a Steam linken keresztül streamel, hogy itt azért az egér az nem egy olyan
kezes báránka. És van egy ilyen jó kis backgroundunk, szuper. Itt egyébként még egy apró dolog, hogyha itt a megadjátok ezt az egyedi logó beállítását, akkor magát tulajdonképpen ezt a GeForce-nál felületet fogjuk lecserélni, ami hát igazából így dekoratívabb, hogyha olyan hátteretek van, mint tényleg ott a szöveg, vagy van egy tök jó ikonotok hozzá, akkor ezt mindenképpen megér hozzáadni. Azonban itt a sztori még nem ért véget, ugyanis a Steam Grid-en ez akkor fog majd szépen kinézni, hogyha itt a kezdő oldalon is csinál még egy beállítás. Ugyanis a Steam Grid-en ugyebár ezt a kezdő oldalt látjuk, és hogyha ezt szépen megadjuk így neki, itt a tulajdonságoknál úgy szintén elvileg hozzá tudunk adni itt is egy ikont valahogy. Na nem így. Na, egyedi grafika beállítása, ő azt tehát kezelés menü, és egyedi grafika beállítása. Itt is megadom szépen a GeForce-nás backgroundot. Jó, és ezzel igazából jók is vagyunk. No, ez volt a másik dolog, amit meg akartam nektek mutatni. A harmadik dolog, az pedig kevésbé triviális, ugyanis ugye írtam az announce-ban, hogy a mennyi tojástekercsről fogok nektek beszélni. Ez a Glorious Egg-ról, amit csak úgy ismertek egyébként dekes körülbelül, hogy Proton GE. Na, a Proton GE-nek az az előnye, hogy az még az experimentál Protonnál is experimentálabb. Annyit kell tudni erről, hogy egy olyan manus fejleszti, aki egyébként egy Red Hat Linuxos arc, tehát eléggé benne van a történetben. Ennek a Proton G-nek a telepítésének kettőfajta módja létezik. Az egyik egy ilyen jó kis bemásolgatós dolog, ezt most skippeljük. A másik egy jóval-jóval egyszerűbb és egy sima alkalmazás telepítésével jár. Ez az alkalmazás pedig úgy hívok, hogy Proton App kötőjel QT. Elindítottam a Discover-t, hogy telepítessem az alkalmazásokat, és ezt kell látnotok. Proton App kötőjel QT. Nézzük meg, hogy mit tud ez a kis alkalmazás. Proton App QT. Ez egy kis egyszerű menedzser program. Tehát ez maga nem a Proton G, ez egy egyszerű kis menedzser program, ami annyit tud, hogy a gépeteken levő Proton verziókat lehet vele kicsikét okosítani. Tehát látjátok, én nekem most két darab Proton G van feltéve, ha azt mondom, hogy Add Version, akkor ki lehet választani. Itt még egy pár dolog van, amiről nem is tudom igazából, hogy micsodák őszintén, szóval nem néztem utána. Ez a lényeg az, hogy ezzel a különböző GE Proton verziókat föl lehet tenni. Marha egyszerű, egy gombnyomással installáltok bármit. Miért jók ezek? Azért jók ezek, mert hogyha ProtonDB-re fölmegy az ember, akkor van egy pár olyan játék, protondb.com, aminél, hogyha megnézitek a usereknek a kommentjeit, akkor láthatjátok, hogyha kicsiket tinkerelni kellett vele, akkor bizony-bizony lehet, hogy ők Proton G-t használtak. Van, aki kimondotta meg, hogy melyik Proton verziót használta egy adott alkalmazás, az én szerintem most épp itt a Mafiát nézem. Na igen, tehát lehet, hogy vannak, akik Proton G-re hivatkoznak, az abban, hogy nem mindenki jó fej, és nem mindenki mutatja meg, hogy most éppen Proton G-t használt. Szóval egyébként meg, hogyha azt látjátok, hogy egyes játékok akadnak, akkor próbáljátok ki esetlegesen a legújabb Proton G verziót, és akkor lehet, hogy az a jobb lesz. Én nekem egyébként pozitív élményem volt például a Starship Troopers-szel, amikor így ezt letöltöttem, akkor egy korábbi Proton verzió volt, amin, ha jól megszám, az első akart indulni, vagy legalábbis olyan komoly probléma volt. És akkor átváltottam a Proton G-re, és akkor látszott, hát elindult a történet, aztán egyébként kijött egy újabb Proton, és arra visszaváltam, mert már teljesen rendben volt minden. Szóval a lényeg az, hogy a Proton GE sokszor tud nekünk segíteni, hogyha egyébként nem futnak teljesen úgy a dolgok, ahogy mi ezt szeretnénk tőlük. Nagyon szépen köszönöm, igazából egy ilyen kis newfartnyi streamet szerettem volna most csinálni nektek, amiben ezeket a dolgokat megnézzük, úgyhogy ha bármi kérdésetek van ebben a témában, akkor próbálok segíteni. A következőkben egyébként a kövi streamekben megpróbálok még egy érdekes dolgot összehozni, ugyanis a Protonnak vannak tök jó pluginjei,
amivel a Steam-eteket úgy customizálhatjátok, hogy nem kell széthekkel, nem kell mindent össze-vissza másolgatni, hanem egész egyszerűen az oldalsó menün elérhetővé válnak bizonyos érdekes opciók. Az egyik, amit most felfedeztek egyébként ezekben a pluginokban, az az, hogy a boot menü úgy szintén customizálható. Tehát, hogy ugye megmutattam múltkor, hogy, mit hova kell bemásolni az, hogy egy custom boot videód legyen, és most úgy tűnik, hogy elérhető ez is menünk keresztül. De ez majd jövő zenéje, miután sikerül helyreállítanom a sudo kódszavamat, amit elfelejtettem. Úgyhogy ez is jó poén lesz majd. Oké, szóval köszönjük, hogy itt voltatok, remélem ez is hasznos volt számotokra. Jó éjszakát mindenkinek!